Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy titokzatos szerelmi jóslás. Egy olyan tükörjóslás, hiszen itt tükröződik valami. Itt bal oldalon vannak a te kártyáid, ezzel szembe jobb oldalon az övé. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a titokzatos szerelmi jóslást. A díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Itt a képek középen jelentik a te jelenlegi helyzetedet. Itt a kelyhek utalnak a te érzelmeidre. Megvan a bizalom, hiszen érzed azt, hogy itt lesz egy új kezdet, egy szép, boldog párkapcsolat, egy szép, boldog családi kapcsolat. Elfoglalod a helyedet az életben, mint egy királynő. Először még úgy figyelgeted a dolgokat, de kimutatod a bátorságodat, kimutatod a lelkesedésedet és a szenvedélyeket is. Mielőtt itt lépéseket tennél, azért még mérlegeled a dolgokat, sőt, kell a nyugalom, a belső egyensúly is. Most megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Itt nála vannak még kihívások. Ez lehet egy belső feszültség, amikor nem tudja, hogy mit tegyen, amikor felteszi a kérdést, tegyem vagy ne tegyem, nem tudom, hogy mi lenne jó. Ez a kép lehet külső támadás vagy támadások is, ahol védenie kell magát. De lesz egy szerencsés fordulat, hiszen itt megjelenik, mint egy győztes, győz e felett az esemény felett, győz mások felett, átteszi magát a bizonytalanságokon, és közeledik hozzád. Hiszen itt van a mozgás, átnyújtja számodra ezt az arany érmét, ez lehet anyagi segítség, az is lehet, hogy tesz egy ajánlatot, ami a munkáddal, a hivatásoddal kapcsolatos, amit ez az arany érem még jelent, ezek a belső értékek, hogy jön hozzád, mert értékel téged, mert értékes vagy számára. És mi történik a közeljövőben nálad, az itt felül látható? Itt a fő papnő jelenthet egy spirituális területet, ahol te uralkodsz, hiszen megvan ez a tehetséged. Ez kihathat a munkádra, a hivatásra is, és akkor ez a kép jelenthet szerződéseket. A főpapnő őrzi a titkok könyvét, a sorsok könyvét, és megvan nálad a bizalom, hogy minden úgy alakul, ahogy a sorsok könyvében ez megvan írva, és így megvan a bizalom, uralkodsz a helyzet felett. Te vagy itt az uralkodó nő. És kimutatod a nőiességedet. Nem csak a szépségedet, hanem az anyai érzelmeket is. Részéről lesz itt közeledés, egy találkozás, átnyújtjátok egymásnak ezt az arany kelyhet, ami jelenti az érzelmeket. Te elfogadod ezt, meg te is kimutatod a te saját érzelmeidet. Mi történik nála a közeljövőben, az itt látható?
Itt megvan a csend, a nyugalom, a visszahúzódás, és ez ad erőt számára. De nem csak ez a nyugalom erősíti őt, hanem te is erőt adsz számára, ő ennek tudatában van. Ő tudja azt, érzi azt, hogy a sors kereke változik, lesz egy új irány, lesznek sors döntő változások. És most megnézzük a titkokat, és a titkok itt alul vannak a te titkaid, az övé, vagy jelenthet olyan dolgokat is, ami még nem látható, hiszen a későbbi jövő az még nem látható, nem tudod, hogy mit hoz a jövő, ez még egy nagy titok. Itt látható a hold és a nap. Ez jelenteti az anyukát, meg az apukát. Ezek lehetnek gyermekkori emlékek is. A hold az jelenti a nőies kisugárzást, a nap pedig a férfias kisugárzást, és itt meg lesz az egyensúly. Amit a képek még jelenthetnek, a gondolatok és az álmok, az érzelmek. Mindkettőre odafigyelsz, és te irányítod ezt a hintót. Minden úgy alakul, ahogy te ezt megálmodod, és akkor itt a nap megvilágítja ezeket a dolgokat. Siker lesz, hiszen a nap láthatóvá teszi ezt. Az ő titkai, amit ő még nem lát, mert később fog történni, itt vannak nála ötletek, elképzelések, de még bizonytalan, hiszen nem tudja, mi történik, ha egy lépést előre tesz. Megmarad a talaj a lába alatt, vagy lezuhan a mélybe. De megvan a bizalom, hiszen érzi azt, hogy a varázslót van a közelben, megvan ez a varázslatos kisugárzás, és a varázslatos vonzalom kettőtök között, és te jelensz meg itt, mint egy királynő, így tekint rád, és mint királynő uralkodsz a víz eleme felett, jelenti az érzelmeket. Ő arra vár, hogy te közeledj hozzá, hogy te kimutasd az érzelmeidet. Ha ez így történik, akkor megvan nála a bizalom, és akkor bátor lesz lépéseket tenni feléd. Amíg nem közeledsz, olyan visszahúzódó, olyan bizonytalan, de ha megvan a türelem, és arra válsz, hogy tulajdonképpen neki kellene jelentkeznie, akkor ez még egy kicsit időkérdése, kell egy kis türelem, amit itt a föld eleme jelent, és látható ugyan a mozgás, hogy magától is jönni fog, de a föld eleme az jelenti a türelmet, az elhúzódhat egy ideig. Viszont ha te kimutatod az érzelmeidet, részedről van közeledés, és te erőt adsz neki, akkor bátor lesz, akkor gyorsabban mennek előre az események. És ezek az ő elvárásai jelenleg. És ez volt a titkos szerelmi jóslás, vagy titokzatos szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.